Kedves nézőink, hölgyeim és uraim, abban a szerencsében részesülök ebben a pillanatban, hogy egy olyan szerzőt mutathatok be önöknek, akit alig ismerünk, pedig nagyon-nagyon jelentős magyar zeneszerző. Viski Jánosról van szó. Viski Jánosról, aki Kodály tanítványa volt előbb, majd Kodály tanár kollégája, tanár társa, aki tanára volt egy, nem is egy, inkább két generációnak a legjelesebb magyar zeneszerzők mestere volt. Szilágy Zoványban született, és regényes életéhez hozzátartozik, hogy földbirtokos családba született, és ott is maradt Szilágy Zoványban bizony gazdálkodni. Maradtak fenn levelek, amelyben például Kodálynak panaszkodik, hogy nem tudom, milyen kár érte a termést, vagy hogy az állatokkal hogyan bánik. Úgyhogy hallatlanul izgalmas, hogy ez a nagyszerű ember, aki filozófiai és művészettörténeti tanulmányokat is folytatott, és hát természetesen egy ragyogó zeneszerző volt, ez hogyan osztotta meg az életét a zeneszerzés és a gazdálkodás között. Kolozsvárhoz nagyon erősen kötődött természetesen, sokáig jelöltje volt a zenekonzervatórium igazgatói állásának, majd pedig miután Budapestre került, és a Zeneakadémián Kodály szárnyai alá vette, nagyon hamar jöttek sikerek, gyors sikereket ért el, mégpedig igazi nagy világra szóló sikereket. A szimfonikus szvittjét Willem Mengelberg, a kor híres karmestere is eldirigálta Európa különböző pontjain, és ugyanez a sors várt az Enigma című kompozíciójára is, amit Balassi Bálint versének nyomán komponált. Ez a kompozíció, ez eljutott Európa csak nem összes fővárosába, és nagyon komoly nevet szerzett a komponistának. Természetes, hogy a viharos korszak, amelyben élt, az állandó impériumváltás, amelyik őt mint gazdálkodót is, mint zeneszerzőt is sújtotta. A kényszerek, amelyek Budapesten is érték a kommunista hatalomátvétel után, amikor is ugye elő akarták írni a zeneszerzőknek azt, hogy milyen zenét szabad írni. Lényegében ez is oda vezetett, hogy Viski János tulajdonképpen egy kis életművet hagyott ránk. Nagyon jelentős kompozíciókból írt keveset. De mestere lehetett sok-sok jelentős magyar zeneszerzőnek. Engedjék meg, hogy csak néhányokat felidézzem. Dobszai László, Ötvös Péter, Hidas Frigyes, Petrovics Emil, sőt Szőlősi András is tanult Viski Jánosnál. Mindent egybevetve jól látjuk, hogy milyen jelentékeny személyiségek kerültek ki, lugozódtak ki, szorultak háttérbe a zenetörténeti köztudatot illetően, a zenetörténeti közgondolkodást illetően. A két magyar tánc nagyszerűen mutatja Viski kötődéseit. Ott érezzük benne a kodályi életmű minden ízét, savát, borsát, annak a lelkesült kornak a lenyomata ez a két magyar tánc, amiben mindenki elmélyülten és hihetetlen elkötelezettséggel állt ki a magyar népzenei értékek mellett, ahol végre rendet lehetett tenni a verbunkos hagyomány és a valódi magyar népdal világában, és ahol ezt a csodálatos hagyatékot valóban értő módon be lehetett építeni a kor zeneművészetébe. Hallgassák Viski János két magyar táncát szeretettel.